Köszöntök mindenkit! Az elmúlt hetekben napvilágot látott egy hangfelvétel, amiből az derült ki többek között, hogy a miniszterelnök testvére Orbán Áron tulajdonképpen vendégmunkás bizniszben utazik, és 50 vietnámi állampolgár számára szervezett a cége életmentő tanfolyamot a Pécsi Tudományegyetemen, és még az is kiderült, hogy egyéb vízumokkal is foglalkozik, úgyhogy eljöttünk most ide a Multisút ZRT egyik fiók telepére, amely történetesen Orbán Áron egy lakcíme is, és itt látjuk is, hogy egyébként ez egy zárt luxus lakópark, ahová autóval be sem tudunk hajtani, gyalogosan fogjuk megtenni bent az utat Orbán Áron címéhez, és igyekszünk megkérdezni arról, hogy hol van az az 50 vietnámi állampolgár, vagy mi úgy gondoljuk, hogy vendégmunkás, itt van nekem még Magyarországon, vagy az Európai Unió területén, terveznek-e még ilyen képzéseket, és hogy általában véve mi a véleménye arról, hogy vendégmunkások érkeznek Magyarországra, szoktak-e a miniszterelnökkel a családi ebédnél, amiről ugye Orbán Viktor korábban beszélt, hogy ők minden vasárnap összeülnek a családdal. Szóval a családi asztalnál szóba szokott kerülni az, hogy hány ázsiai vendégmunkást hoznak be Magyarországra a magyar dolgozók kárára, mert ezzel a folyamattal az amúgy sem magas magyar béreket törik le még inkább, és szegényítik el a magyar dolgozókat. Úgyhogy itt vagyunk Fóton, ezen a luxus lakótelepen, úgyhogy most megnézzük Orbán Áront, hogy szóra tudjuk-e bírni. Jó napot kívánok, Lantos János, hogy... No, tehát itt jártunk Orbán Áron, a miniszterelnök testvérének lakcímén, amelyik a Multisút ZRT egyik fiók telepe is. Egyik hozzátartozója nyitott nekünk ajtót, és lényegében megtudtuk, hogy nincs rá módunk, hogy megkérdezzük őt személyesen. Természetesen meg fogjuk keresni e-mailben is, meg fogjuk keresni a Pécsi Tudományegyetemet is, hogy valóban lezajlott-e az a bizonyos életmentő tanfolyam az 50 vietnámi állampolgár, feltételezésünk szerint 50 vietnámi vendégmunkás számára, és folytatni fogjuk ezt a munkánkat, mert amit már korábban is elmondtunk sokszor, azt most is elmondom, hogy Magyarország a magyaroké, és a magyar dolgozóknak kell megbecsülést kivívni vendégmunkások helyett, úgyhogy fogunk még ezzel az Orbán Áron féle üggyel is foglalkozni a jövőben.